Volt egy kollégám még a Andóan. Hajdu D. András fotókiállításával kezdődött el a második Afrika hét. A művész 9 éve járt Kongóban, hogy bemutassa Hardy Richard munkásságát. A szemész doktor már 20 000 afrikainak adta vissza a látását. A fotós akkoriban készített egy sorozatot a fiatal lány Beji szürkehályog műtétéről, amellyel a National Geographic címlapjára került. Hajdu D. idén visszatért Kongóba, hogy megkeresse a lányt, aki megváltoztatta az életét. Erről készült képeit lehet november 4-ig megtekinteni a budapesti Európa Pontban. A tárlat csak a vasárnapig tartó Afrika hét első felvonása, mondta el Hanvas Bálint, a társszervező HENT szövetség ügyvezetője. A szerdai napon pedig ott két paralel esemény lesz szintén a Budapest Music Centerben. Az egyik az a nemzetközi fejlesztésről fog szólni, ugye elsőben Afrika vonatkozásában, mellette pedig az oktatási nap valósul meg, ahol afrikai oktatási lehetőségre, illetve az afrikaiak magyarországi oktatásának lehetőségeiről lesz szó. Szombaton pedig Afrika egy napra beköltözik az ELTE Gólyavár rendezvényközpontjába. Lesz mesemondás és kézműves foglalkozás a kicsiknek, afrikai táncoktatás és rengeteg úti beszámoló a nagyoknak.